Méteres medencét is, és azt a medencét is, ami még megvan. Ezt nagyon kis költséggel azonnal el lehetne indítani, ezt az egyetlen egy medencét. Abból a gépházból egyetlen egy adagoló motor hiányzik, amivel a vegyszereket adagolták a vízforgatóban. Ennyi. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Az első kérdésre én válaszolni, a park és a kertészet kérdésem. Azt kell, hogy mondjam, teljesen igaza van, ezért ebben a pályázatban én már leírtam javaslatként, hogy a 17 fős létszám felett mi kertészeket, tehát főállású kertészeket és parkgondozókat kívánunk alkalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy ha hozzánk kerül az üzemeltetés a turisztikai Kft-hez, akkor kell, hogy legyenek olyan saját embereink, akik nap mint nap végig járják a területet, rendbe rakják, nyírják a füvet, gondoznák a fákat és a parkot. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami mindenféleképpen a pályázat keretében megoldást kell, hogy találjon. Tehát ez be van tervezve, ezzel teljesen egyetértek. A három vízlépcsőhöz én nem vagyok hidrogeológus, nem tudok hozzászólni, de amit a Katalin elmondott, hogy ugye a vízimalom, vízigenerátor és egyebek, tehát ezt mi is beterveztük, tehát ez az ökoturisztikai tanulmány, ami végig fog haladni a helyön, pontosan ezt a célt fogja szolgálni, hogy a víznek a hasznosítását bemutassuk az ide látogatók számára, felnőttek gyerekek számára, akár hogy a